Szeretettel köszöntelek benneteket a Súlijárót, láthatjátok a 2010-2011-es tanév legvégén. Sokak számára hamarosan kiderül, mit rejt a bizonyítvány, a végzősöknek azonban még várniuk kell a felvételi eredmények, ugyanis csak július környékén derülnek majd ki. Számtalan érdekességgel készültünk mai műsorunkban, hogy mik ezek, kiderül most. Korai kötődés. Az intézmény és a család összhangja a gyermek legmeghatározóbb fejlődési faktora a 2-től 6 éves korig tartó korszakban. Vöröskeresztes bázis. Az egészséges életmódra, egymás segítésére buzdítja a kicsiket a nyíregyházi Ligeti óvoda. Vakáció. Közeleg az év vége, bizonyítványosztásra várnak a diákok. Vöröskeresztes bázisintézmény lett a nyíregyházi Ligeti óvoda. Az intézményben előtérbe helyezik a humanitárius gondolkodásmód kialakítását és az egészséges életmódra való nevelést. A nyíregyházi Ligeti óvoda 10 éve működik, már kezdetektől azzal a céllal, hogy elősegítsék a gyerekek testi-lelki fejlődését az egészséges életmódra való neveléssel. Minden évben megrendezzük a Ligeti óvoda napokat, ez 3 napot foglal magába, és mindig szoktunk egészséges életmódos napokat is szervezni. Itt ilyenkor a szülők hoznak egészséges életmóddal kapcsolatos ételeket, tehát gyümölcsöket, zöldségeket, saját maguk készítette egészséges süteményeket is, de ebben az évben viszont ez a nap a bázisovi napja lesz, de ugyanúgy készülünk, mint az előző években. Azzal viszont kiegészítjük, hogy egy kicsit az első segélynyújtásra, meg a mások segítésére ösztönözzük a szülőket, a gyerekeket, és ez célunk, hogy ezt megtanulják a gyerekek a mások segítését. Mit jelent majd még ezen kívül az, hogy bázisovi lett a Ligeti óvoda? Bővül a programkörünk. Tehát eddig az egészséges életmóddal foglalkoztunk inkább, most már azért az egymás segítésére is nagyobb hangsúlyt fektetünk, meg az első segélynyújtásra, tehát ezekkel bővül a programunk. Néhány szóban mutassa be, kérem, a Ligeti óvodát. A Ligeti óvoda egy tagintézményből áll, és van egy központi épületünk is. Itt 120 gyerek jár, szerencsére nagyon-nagyon sok gyerek jár az óvodánkba, és nagyon szeretik az óvodánkat. Vegyes csoportok vannak, a pedagógusok szakképzettek, ügyesek és sokoldalúak. Mi az elsődleges pedagógiai cél, amelyet megvalósítanak az itt dolgozók a mindennapokban? Azért is jelentkeztünk mi ebben a bázisóvodára, mert ez a célunk, az egészséges életmód és a környezetvédelmet, amit kiemelten kezelünk. A Ligeti óvoda 4 csoport foglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységekkel és tornateremmel rendelkezik. A korszerű eszközökkel felszerelt csoportszobákban és az udvaron gőzerővel készültek május 24-én az ünnepségre, hiszen a megye 4. bázisóvodáján első látogatója Habsburg György volt. A Magyar Vöröskereszt elnöke szerint sokkal hatékonyabb a szervezet munkája, ha már kisgyermekkorban megismerik. Mi most már egy évvel ezelőtt kezdtünk a bázis óvoda programunk, mert a bázis iskola programot, amit előtte 10 évvel ezelőtt kezdődött, láttunk, hogy nagyon sikeresen iskolákban tud a Vöröskereszt tevékenykedni, de hát most látunk, hogy óvodában hogyha Vöröskereszt jelen van, csak pozitívat tudna jelenteni. Vannak külön modulok, amivel foglalkozunk, mert hát már ezeket a pici gyerekek tudnak foglalkozni hát külön témákkal, vagy tudnak tanulni játékos formában hát külön témákról. Legyen ezt az egészséges életmód. Hát milyen formában jó gyümölcsök enni, hát milyen előny, hát amikor ezt még. Legyen ezt az UV-sugárzás, most nyáron nagyon fontos téma. Legyen ezt, milyen formában tudok viselkedni, hát amikor egy baleset van. Hát legyen ezt, hát milyen formában tudok viselkedni, hát amikor valaki beteg a családomban, és hát milyen formában én tudok, mint kisgyerek segíteni. És hát ott nagyon nagy segítséget kapjuk, és kaptuk az óvónénik, hát aki, mint önkéntesek a Vöröskeresztnál dolgoznak, és hát ők ezeket a játékot kidolgozták, és ezzel próbálunk jelen lenni az óvodákban, és már a kisgyerekekkel foglalkozni. Én is őszintén mondom, hát amikor hallottam először a bázis óvoda programból, gondoltam, hogy na, hát ez mi lesz, és hát a kisgyerek, hát hogyan lehetne őket ezt tanítani, hogyha ezt tanulnak. Tehát most nekem 3 gyereke vannak, és hát elég pici gyereke is, és hát látom, hogy milyen érdeklődés
keltett, hogy én a Vöröskeresztnél vagyok. És hát kérdezték mindig, hát mit csinálok a Vöröskeresztnél, és hát látom, hogy ott van ez az érdeklődés a saját családomban, hogy igazán nem lehet túl korán ezeket a fajta programokkal kezdeni, és nem lehet túl korán kezdeni játszani, és játszással együtt valamit újat tanulni. Az egész országban fontos egy ilyenfajta program, és hát ezért mindenhol is próbálunk bázis óvodát, mondjuk hát a bázis óvodákkal együtt működni, és bázis óvodák megnyitni ilyen formában, hogyha Vöröskereszt ott jelen van. Én gondolom, hogy mindenhol gyerekeknek fontos, hogy ők megkapnak a lehetőség, hogy tanulhassanak, hogy tudnak külön helyzetek, amit lehet, hogy párszor szintén ilyen extrém helyzetek, amit alakulatnak, amikor baleset történt, vagy amikor betegség van, vagy hát amikor ezt jobban tudnak kezelni. És hát ezért teljesen mindegy, hogy hol ebben az országban ez megtörténik, de fontos, hogy megtörténik. Ahogy a központi intézmény, a Ligeti óvoda tagintézménye is bázissá vált. A Vöröskereszt bázis óvoda programja egy éve működik jó tapasztalatokkal. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisovi programja egy nyitott elkötelezettségen alapuló szakmai hálózat, amely a mozgalom értékeinek és tevékenységének terjesztését és élővé tételét célozza az óvodai közösségek, pedagógusok, szülők, családok között, valamint természetesen a kisgyermekek körében. A közösségi alapú gondolkodás jegyében az egyes tagóvodák önállóan tevékenykednek a Vöröskeresztben, teret adva a nevelő munkában, akár lefektetve a nevelési terv részeként a mozgalom eszméinek és tevékenységeinek. 4.-5. bázis óvink avatójára kerül ma sor, és a Nyírbátori Bátori István gimnázium bázisiskola avatójára, tehát egy 3-as csodálatos ünnepségen veszünk ma részt, ami azt gondolom, hogy a fiatalok szemléletbeli nevelésében rendkívül jelentős itt ebben a megyében, hiszen a Vöröskereszt ezekben az intézményekben nem úgy jelenik meg, hogy véradás, első segélynyújtás, stb. Az alapfeladatok, tehát nem ennyire szétbontottan, hanem úgy, hogy a humanitárius ember, ahogy neveljük a humanitárius feladatokra, a humanitárius eszmékre a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy ha már ilyen kis pici korba ezt elkezdjük, akkor szerintem nagykorukban ezek a fiatalok bizonyára ebben a szemléletben fognak gondolkodni és élni. A pedagógusok örülnek, nagyon együttműködőek, hiszen egy nyugodtabb légkör uralkodik az iskolában. Például a Nyírbátori bázisiskolában, a Bátori István gimnáziumban minden nevelő és minden fiatal vöröskeresztes tag, tehát a tagdíjat is megfizeti, és akkor ez már azt jelenti, hogy már az életformája is ilyen és ennek megfelelő. Tehát ez az iskoláknak, az óvodáknak csak nagyon pozitív hozadékkal rendelkezhet. A humanitárius, környezettudatos nevelés a bázisiskolákban folytatódik. Az ünnepség után a Vöröskereszt delegációja Nyírbátorba utazott, hogy bázisiskolává nevezze ki a Bátori István gimnáziumot és szakközépiskolát. Digitális táblákkal gazdagodott az Ajaki Általános Iskola. A korszerű eszközökkel nem csak szórakoztatóbb, hanem hatékonyabb is a tanulás. A közel 4000 lakosú Ajakon egy korszerű és modern iskola várja a gyerekeket. Két telephelyen működik az intézmény, 2000-ben felújított korszerű iskolaépülettel, tornateremmel, előadóteremmel, konyhával és ebédlővel. Nagyon nagy öröm ért bennünket az elmúlt pár hónapban. 2008-ban kezdtünk el egy pályázatot informatikai infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatosan itt az iskolában, és most 2011 közepére sikerült lezárni a pályázatot, és ennek az átadó olyan vagyunk most, informatikai eszközök, a gyerekek tanulását segítő aktív táblák, számítógépek, laptopok, projektorok, pedagógusok továbbképzését nyertük meg, közel 23 millió forint értékben. Mit jelent ez, hogyan befolyásolja ez az itt dolgozók és itt tanulók hétköznapjait? Én nagyon remélem, hogy ez pozitívan fogja befolyásolni, sőt biztos vagyok benne, hiszen pedagógusaink is, gyerekek is nagyon várták már. 9 tantermet sikerült most felépíteni, felújítani ennek a pályázatnak a kapcsán, és a mindennapi tanórákban fog megmutatkozni ennek majd a hozadéka, és igyekszünk ezzel is
támogatna a pedagógusokat munkájukban, illetve a gyerekek tanulását, továbbképzését, oktatását technikai eszközökkel megtámogatni, és ezzel bízunk benne, hogy sokkal hatékonyabban fogják tudni majd végezni a munkájukat a pedagógusok és a gyerekek is. Miért van szükség az ilyesfajta újításokra is? Nyilván a digitális tábla az egy fantasztikus lehetőség a gyerekeknek, érdekes és szórakoztató egyben, de miért van szükség ehhez kapcsolódó szakképzésekre is, hiszen azt gondolná az ember, hogy a pedagógus is olyan, mint egy fiatal, bekapcsolja az internetet és már is megy. Nem csak az internetről van szó, hanem ez egy olyan új technológia, amit bármennyire is tudja valaki használni az internetet, meg kell tanulni azért valamelyest kezelni. Nem áll ez már távol a pedagógusainktól, hiszen minden pedagógusunk ebben az iskolában LCDL tanfolyamot végzett, tehát nagyon jó alapokkal rendelkezik ennek a táblának a gyors megtanulásához, elsajátításához, és ez meg is történt egyébként az elmúlt napokban. Úgyhogy a mai nap lesz egy bemutató óra is, én nagyon bízom benne, hogy nagy sikerre fog ez zárulni, és mindenki fogja látni, aki ma eljött erre a záró projektre, hogy tudja a pedagógus kezelni a táblát, és a gyerekek mennyire élvezik ennek az előnyeit. Aki nem ismeri Ajak általános iskoláját, annak mondjunk el néhány szót. Mit kell tudni az intézményről, milyen múltra tekint vissza? Az Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy több célú intézmény, tehát az általános iskolai oktatás mellett művészetoktatást is tartunk, felnőtt oktatást is van, esti gimnázium is van az iskolában, és közművelődési részét is mi visszük itt a településen. 330 gyerekünk van ebben a tanévben az általános iskolában, minden évfolyamon két osztállyal dolgozunk, és én bízom benne, hogy nagyon sokat nem kell erről beszélni az iskoláról, hiszen ott vagyunk minden megyei, országos megmérettetésen, versenyen, és a szakmán belül én úgy érzem, hogy elég elismert, elég jó híre van ennek az iskolának itt Ajakon. A nyolcadikosok azért most zárják az itteni pályafutásukat, hová készülnek tovább, választanak-e erős gimnáziumot mondjuk a megyeszékhelyen? Nyíregyházára is mennek tanulóink, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kisvárra itt van tőlünk körülbelül 3-4 kilométerre, és itt a középiskolák minden fokozata, minden szegmense megtalálható. A gimnázium, szakközépiskola, szakképzési iskolák is, úgyhogy nagy rész ide jönnek Kisvárra, de mindig vannak tanulóink többen, akik a Nyíregyháza különböző középiskoláiban mennek tovább tanulni. Az Ajaki iskolában az informatika mellett nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvekre is. Már az első osztálytól németül és angolul tanulhatnak a gyerekek, a számítástechnika pedig harmadik osztályban lép be emelt óraszámmal. A tanórán kívüli tevékenységek széles skáláját kínálják a nebulóknak, és mellettük a településen élőknek is. Programjaikkal igyekszenek kielégíteni a helyi kulturális igényeket is, így az intézmény legújabb beruházásával, ha csak közvetetten, de minden Ajaki profitál. Minden egyes beruházás, ami a településen történik, vagy akár a térségben is történik, az itt élő emberek életkörülményeit javítja. Ez konkrétan az iskolára vonatkozik ez a pályázat, a műszaki informatikai fejlesztés, akár a táblákat tekintjük, akár a személyi számítógépet, hordozható vagy kötött számítógépeket. Természetesen itt ezáltal a gyerekek érzékelik közvetlen a hasznát, de ez kisugárzik és hat a település életére is, a családokra és az a családok meg életkörülményére is. Mindig is gond volt kisebb telep. Települések esetében az utóbbi 10 évben a népesség megtartó erő az, hogy hogyan lehet ezt mondjuk erősíteni, gyarapítani. Az ilyen beruházások hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy mondjuk erősödik Ajakon az itthon maradási kedv? A település önkormányzatának a koncepció is az, hogy valamilyen szinten amennyire csak lehet helyben tartani a fiatalokat. Az, hogyha az oktatáspolitikai koncepciónk azt tudja tartalmazni, és jelen esetben ez Ajak esetében hál' Istennek igaz, hogy 331 nehány gyerek jár még az iskolába. Úgy néz ki, hogy megállt az a folyamat, ami a csökkenést jelentette. Ez a trend megállt. Itt egy stagnálás várható ebben a viszonylatban. Aztán lassú emelkedés számítunk. Mindenképpen egy műszaki fejlesztés, amit nevezzük itt a jelenségi informatikának, ez arra ad okot, arra enged bennünket következtetni, hogy akár más települések is, akik már sajnos nem bírják ellátni mondjuk a felső oktatási, illetve felső évfolyamban az oktatást, azok Ajakra is hozhatják gyerekeiket. Minden bizonnyal azonban van még más a tarsolyban Ajakon, melyek lesznek a következő lépések, akár oktatás, akár más területen. Legfontosabb ugye
Az önkormányzat a legtöbb pénzt, ami más normatívákból ered, az oktatásra fordítja. Legtöbbet teszünk arányában hozzá az oktatáshoz és a neveléshez. Ez a legfontosabb számunkra, a jövő nemzedéke, a gyerekek komoly tudással való felvértezése, de természetesen emellett minden más területen fejlesztünk. Ugye az oktatási intézményünket be van adva a pályázataink, szeretnénk kívülről hőszigetelni, energia megtakarítás szempontjából fűtéskorszerűsítést végezni, sporttelepet szeretnénk felújítani, de a legfőbb gondunk a településen a körülbelül 75-ben elkészült csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítása. Legfontosabb jövőbeni pályázatunk, amit még most van a előkészítés, illetve a tervezés alatt, ez az 5-600 millió forintos csapadékvíz elvezetési rendszer első üteme. A digitális táblák ünnepélyes átadásán részt vettek az intézmény pedagógusai, a gyerekek és szüleik is. A diákok rövid bemutatóval szórakoztatták a közönséget, a nagyteremben rendezett tárlaton pedig ajaki művészek alkotásait láthatták. A 170 éves nyíregyházi Tit Jurányi Lajos Egyesülete két évvel ezelőtt nyert egy uniós pályázatot. A már dolgozó kulturális szakembereknek tartottak továbbképzéseket a közel 56 millió forintos projektnek köszönhetően, és a fiatalok tehetséggondozására is nagy hangsúlyt fektettek. Ez a projekt a kulturális szakemberek továbbképzésének a képzését tűzte ki célul, és négy csoportban, három megyében 100 kulturális szakembert képezünk tovább. Örömmel jelenthetem, hogy a indikátorként megadott 100 szakember képzését 104 főre teljesítettük, tehát egy picikét még többel is, és nem morzsolódott le a másfél éven keresztül senki a képzés folyamán. Igaz, nem is tehették volna meg, mert olyan ismeretek birtokába jutottak, ami napjainkban az Európai Unióban a kulturális területen már nélkülözhetetlen. A korábbi különféle és különböző irányú kultúrpolitikák tekintetében az Európai Unióban a mostani, és gondolom még egy ideig a kulturális projektciklus menedzsment elv, gyakorlat és ismeret érvényesül, ami azt jelenti, hogy folyamatos megújulás vár a kulturális szakemberekre is, és a projekt ciklus menedzsmentnek megfelelően kell gondolkozni és felépíteni a tevékenységünket. A kulturális szakemberek képzése négy modulból állt. Azok a képzésben résztvevők, akik a Lépéssel a jövő előtt című projekt záró konferenciájának napján tartott írásbeli vizsgát teljesítették, plusz ismeretekkel bővíthették tudásukat. Menet közben, a képzés közben derült ki, hogy kulturális szakemberek nem csak a kulturális intézményekben dolgoznak, hanem a különböző oktatási intézményekben is, és a kulturális szakemberek nagy része is pedagógus is, és pedagógiai végzettséggel is rendelkezik. Így a kulturális szakember továbbképzésnél a kötelező 7 éves ciklusban a pedagógusoknak pedagógus akkreditált pontokra van szüksége, és ezért menet közben ezt a kulturális projektciklus menedzsment kidolgoztuk az oktatási és kulturális projektciklus menedzsment képzési programra, és beépítettük azokat a ismereteket természetesen, amire a pedagógus pályán, az oktatási intézményekben van szükség, és így most, akik elvégezték ezt a tanfolyamot, egy különbözeti vizsgával felkészültek az oktatási intézmény részéből is, és most levizsgáznak, és megkaphatják a pedagógus továbbképzésben is a akkreditált pontokat. A TIT projektjében nagy feladatot kapott a nyíregyházi főiskola, amely sokszor adott helyszínt a programoknak, és a főiskolai tanárok is kivették részüket a fiatal diákoknak szervezett szakkörök és táborok létrejöttében, illetve a kulturális szakemberek képzését is segítették. A programban úgy vettünk részt, hogy magának a pályázat elkészítésében voltunk jelen, tehát amikor a pályázat elkészült, abban egyfajta inkább ilyen, azt gondolom, hogy ilyen szakmai kontrollt, hogyha lehet mondani, kontrollt, tehát magának a pályázat elkészítésének a folyamatában is részt vettünk, és az oktatásban is. Én magam az oktatásban nem vettem részt, hiszen akkor nem lehetnék a vizsgabizottság tagja.
Dr. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Főiskola dékán helyettese fontos lehetőségnek tartja az ilyen és ehhez hasonló továbbképzéseket. Akik részt vesznek, ezek többnyire pedagógusok, vagy szeretnének elhelyezkedni ezen a területen, és olyan ismereteket kapnak most e pályázat révén, ami a több lábon álláshoz segíti őket. Egyrészt, aki oktatási intézményben dolgozik, annak azt gondoljuk, mindegyikünk tudja, hogy mennyire lényeges az, hogy a projekt elkészítésével, a projekt menedzselésével, egyáltalán a pályázat készítéssel is tisztában legyen. Akik pedig nem, azok pedig az oktatási szféra legfontosabb újdonságairól, átalakulásairól, változásairól kapnak ismeretet. Most ami jó ebben, egyrészt az, hogy ez egy pályázati forrásból történő képzés, tehát a részvők ingyen, vagy legalábbis költségek nélkül vehettek ebben részt, a másik pedig olyan emberekkel találkoznak, egyrészt az előadó kapcsán, előadások kapcsán, vagy a konferencia kapcsán, akik ennek a területnek a szakemberei, tehát a kapcsolati tőke is ezáltal növekedhet, és még minden képzés az ember számára bebizonyítja, hogy fiatal marad, hogy még tud továbbiakban is megfelelni, és érdemes tanulni. Én mindig arra biztatom azokat az embereket, akik mondjuk már hosszabb ideje dolgoznak, hogy próbálják ki magukat, egyrészt azt próbálják ki, hogy mit szólnak ahhoz, hogy új ismereteket kell tanulni, mit szólnak ahhoz, hogy vizsgára kell koncentráltan készülni, és hát az embernek is ez egy kihívás. Az uniós projekt nagyobbik része maga a továbbképzés volt, ám a fejlesztésnek fontos alapját képezi a fiatal nebulók tehetség gondozása. A TIT a különböző tudományok területén is foglalkozott az elmúlt évtizedekben a tehetségekkel, számukra versenylehetőségeket biztosítottak. Ám a Lépéssel a jövő felé című projekten belül kiemelt szerepet kapott az informális és nonformális tanulás. Létrehoztunk egy honlapot, és a Web2 eszközökkel oda folyamatosan ismeretanyagot töltöttünk fel, feladatcsomagokat, amit a programban résztvevő diákok, gyerekek saját maguk töltöttek le, határozták meg a saját munkamenetüket, és amikor letöltötték, megoldották a feladatokat, ugyanúgy az internet segítségével visszatöltötték, és akkor jöhetett a következő csomag, a következő továbblépés. 10 ilyen internetes szakkörünk volt, matematikából 3, angol nyelvből 4, és magyar irodalomból 3. Mind a 3 terület, ugye a irodalomhoz az anyanyelvünk is kapcsolódik, az idegen nyelvhez európai kompetencia, kulcskompetencia kapcsolódik, az informatikára pedig ma már mindenkinek szüksége van, és ennek az alapja ugye azért mégiscsak a matematika. Mind a 10 szakkör viszonylag jól sikerült, tehát örömmel vettek részt ebben a formában a gyerekek, de tovább léptünk, és a informatika területén pedig egyéni és kiscsoportos tehetséggondozást terveztünk be. Ezek a foglalkozások az egyéninél szintén saját maga irányította a saját munkáját, a kiscsoportosnál viszont minden kiscsoportnak volt egy tutor tanára helyben az iskolában, aki segítette a gyerekeket, és a feladatok megoldása után hasonló módon küldték vissza a megoldásokat, és miután informatikáról van szó, összekapcsoltuk a TIT Alföldi Számítás Technikai Programjával, ami viszont már 15 éves, és ennek a keretében versenyezhettek is egy első megyei fordulót, és végül egy 3 napos országos találkozót Nyíregyházán a főiskolán, aminek a keretében az országos döntőjét rendeztük meg a informatikai, számítástechnikai versenynek. 2009-ben a 7.-8. évfolyama versenyzett, az idén 2011. április 22-én pedig a 9.-10. évfolyamok versenyeztek, de nem a versenyen volt elsősorban a hangsúly, hanem azokon a kapcsolódó, kiegészítő ismereteken, találkozásokon, a közösségek építésén, a botanikus kert megismerésén, az állatparkban, a különböző földrészeknek az élővilága megismerésével záródott ez a program. Nem beszélve arról, hogy a főiskola
partneri hozzáállásával a gyerekek, mint 9-10-es évfolyamosok és szakképző iskolások nagy része, szakközépiskolások látogatást tettek a közlekedésmérnöki, műszaki mérnöki, repülőmérnöki képzésnek a korszerű laboratóriumaiba, amit maga dr. Sikolya László dékán úr mutatott be a gyerekeknek. A projektben több szakkört is megvalósítottak, ám a matematika szakkörök fő célja az volt, hogy a gyermekek újra megszeressék a matematikát, amelyet általános iskolában még kedvelnek, ám a középiskolás évek felé közeledve valahogy elveszítik érdeklődésüket a számok világa után, majd később nagy részük meg is utálja a logika egyik fontos szinterét. Matematikából három helyszín volt, Máté Szalka, Ajak és Balkány, és zömében, vagy legalábbis nagy részt, hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt ezekben a szakkörökben, és ez egy másik öröm. Tehát nem az, aki állandóan a topon van, és állandóan versenyezés, szakkörökre jár, és nem tudom, mindenképpen próbál csiszolni elmét, és nem is azok a gyerekek, ez jó, akiknek a szülei állandóan nyomják a gyerekeket arra, hogy te menj, mert neked matematika szakkörre kell járnod, mert az ilyen jó, olyan jó, amolyan jó, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy itt a szülők sem nagyon mondták a gyerekeknek, hogy menjetek, már ők sem akceptálták ennyire ezt a szakkört. Gyerekek önmaguk jöttek rá, hogy ez érdekes, jó és szép, nyilván a tanárok buzdítására természetesen, és a lényeg, hogy viszonylag gyengébb képességű, tehát nem gyenge, gyengébb képességű gyerekek, akik matematikából eddig olyan hajde nagy, hogy mondjam, eredményekről tanúbizonyságot nem tettek. Most sikerült nekik bizonyos eredményeket elérni, és ez egy óriási dolog. Tehát az az érdekes, hogy nem a legjobb gyerekeket, nem a topon lévő gyerekeket, hanem az átlagos, annál gyengébb képesű gyereket szólítottuk meg ezzel a szakkörrel, ezáltal megpróbáltuk őket is felhozni egy olyan szintre, hogy a továbbiakban ne úgy tekintsenek a matematikára, mint egy mumusra. Településenként 10-10 gyermek vett részt a matematikai szakkörökön, amelyek minden témakört igyekeztek érinteni. A falatokat nyilván úgy állítja össze az ember, hogy fokozatosan nehezedők legyenek ezek, és a gyerekek önállóan is el tudjanak jutni egy bizonyos szintre. Nyilván ez nem mindig sikerül. Na most ilyenkor, hogy ne veszítsék kedvüket, akár útmutatót, tehát megoldási útmutatókat adunk a gyereknek, akár ott vannak a szakkörvezetők, akik ezt megteszik helyettünk is, és ugyanakkor itt volt ez a úgynevezett kapcsolat, a számítógépes kapcsolat, hogy a gyerekek bármikor kérdezhettek bármit, hogyha ilyen gondjuk van. A visszajelzésekből egyértelműen az derült ki, hogy a gyerekek egy kicsit nehéznek tartották a feladatokat, de érdekesnek. Na most ez a jó, mert tulajdonképpen nem azt szerettük volna, hogy az általános iskolai matematika oktatást még egyszer felszínre hozzuk, vagy még egyszer ugyanazt csinálják a gyerek, mint amit ott az iskolában csinál, hanem ahogy mondtam, hogy érdekes legyen, motivál legyen és szeressen meg a dolgokat. És miután a tanár, vagy esetleg én ugye számítógépen keresztül segítettem nekik, meg volt a heuréka élmény, örült, és mint ahogy a gyerekek visszajelzéséből olvasom, öröm volt, hogy végül is sikerült a többiek segítségével esetleg megoldanom a nehéz feladatokat is. A szakkörök mellett fontos szerepet kaptak az ismeretterjesztő, főleg tudományos hátterű táborok is, amelyeken a kémia, fizika és a természettudományok területével ismerkedhettek meg jobban az érdeklődő és tehetséges diákok. A tábor 34 tanulója az elmúlt években már valamilyen természettudományi versenyen jeleskedett, ezért is kerülhettek be a Lépéssel a jövő előtt című projekt tehetséggondozó táborába. A foglalkozások két fő részben álltak. Minden nap valamilyen előadással kezdődött a tábor programja. Ezek az előadások valamilyen tudományterülethez tartoztak, és valamely jeles képviselője tartotta ennek a tudományterületnek. Ilyen előadást tartott például dr. Hatházi Tibor, a rektor helyettesünk, illetve volt rektor helyettesünk, a lézerrel kapcsolatban, illetve dr. Kis Ferenc, a környezettudományi tanszék vezetője, dékánunk, a környezetvédelemmel kapcsolatban, és itt tovább sorolhatnám. Ezek voltak az előadások. Az előadások után pedig minden tanuló beoltoztva egy csoportba, és a csoportjával együtt részt vett valamilyen foglalkozáson. Ezek gyakorlati foglalkozások voltak, ahol a gyerekek kísérletezhettek. A kísérletek fizikai, kémiai, illetve biológiai megfigyelésekből álltak. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Ez volt a Sulijáró, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Tartsatok ki még az utolsó napokon, szerezzetek még néhány szép jegyet a bizonyítványba, aztán pedig töltsétek szórakoztatóan, kellemesen, pihentetően, ám de tartalmasan a nyarat. Jó egészséget kívánok mindnyájútoknak, jó szórakozást, sziasztok!